A Babics Kulturális Központ az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tett azért, hogy Szekszárdon zökkenőmentesen folyik a vírus elleni védekezés. De mostantól vissza kell térni az eredeti feladatok minél magasabb szintű megvalósításához, mondta a partner találkozó megnyitó beszédében Horváth István Tornamegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Én azt gondolom, hogy a jövőt tekintve újra ki kell egy kicsit nyitni azt a fajta társadalmi igényünket, hogy többet tudjunk együtt lenni, többet tudjunk találkozni, több eseményt tudjunk megrendezni. Nyilván ehhez kellenek támogatások, kellenek ehhez kormányzati támogatások, kell az önkormányzatnak a támogatása, és kellenek a helyi vállalkozásoknak a támogatása. Gyurkovics János szekszárdváros alpolgármestere kiemelte, a Babicsnak kiemelkedő érdemei vannak, hogy a város civil közösségei megfelelő körülmények között végezhetik feladataikat, mutatkozhatnak be a város közössége előtt. Fontosnak értékelte, hogy az idei esztendőben a szekszárdi nagyrendezvények újra régi formájukban szerveződhessenek meg. Így a pünkösdi hal és vad ünnepe, valamint a születi fesztivál a megszokott méretű és minőségű rendezvény lehessen. Két hete volt egy egyeztetés a Városházán, és teljes egészében egyértelműen, nagyságrendben, minőségben azt a döntést hoztuk, hogy a Babics az ezt megelőző időszaknak megfelelően az idei évben most már teljes rendezvényt tartson meg, és ezzel is felettessük a múltat, és szolgáljuk a város lakosságának az érdekeit, a kulturált szórakozási lehetőséget tudjunk biztosítani. Berlinger Attila az intézmény igazgatója célként határozta meg azt is, hogy olyan programsorozat fusson a ház berkein belül, mely méltó a Babics szakmai múltjához és elismertségéhez. Tudunk újabb ötleteket is felvonultatni város lakosai irányába. Többek között ugye elindítottuk a placot, elindítottuk a Vármegyeházán azt a Kultudvar nevű eseményt, amivel a nyári hétvégéket is kicsit feldobjuk, és én azt gondolom, hogy talán a korábbinál is változatosabb, és minden generációt, minden réteg igényt is próbálunk kielégíteni, legyen az kiállítás, legyen az koncert, legyen az kulturális esemény. Az ezek megvalósításához szükséges szakmai háttér is a rendelkezésünkre áll, emelte ki Berlinger Attila.